elmúlt pár mérkőzés nem úgy sikerült, ahogy azt elterveztük, de hát ez is jól bizonyítja, hogy tényleg ez a mai bajnokság nagyon kiegyensúlyozott, és valószínűleg a legvégén fog majd eldőlni a bajnoki cím sorsa. Ahogy mondtad, nagyon nehéz mérkőzések várnak még ránk, de tényleg remélem, hogy majd most már sikerül rendezni a sorunkat, és újra visszáll az a magabiztos játék, ami már a szezon elején mondjuk jellemezte a csapatot. Nyilván itt a szezon végén újra ezt látnánk, vagy ezt tudnánk nyújtani a pályán, mert tényleg mindenképpen szeretném megnyerni a bajnokságot, de ez azért az elmúlt hetek játékát egy picit több kell. Nem vagyunk könnyű helyzetben, az biztos. Pont a Tőzsér Danival beszélgettünk a mérkőzés előtt, az utolsó Debrecen bajnoki mérkőzés előtt, hogy a sorsolásunk hogy alakul. Igazából nekik is ugyanaz a sorsolásuk, de mindenki játszik mindenkivel, tehát nem kell ebből kiindulnunk. A következő mérkőzésen kell minél több pontot szerezni. Most a következő a videótan elleni mérkőzés, nem lesz könnyű, ők a bajnoki címé mennek, mi a kiesés ellen harcolunk. Nem olyan könnyű, de természetesen hazai pályán esélyesek vagyunk a győzelemre. Jelenleg a NB1-ben mindenki meg tud verni mindenkit, tehát olyan nagy különbségek nincsenek. Mondom, van még vissza 6 mérkőzés, ugye 18 pontot lehet megszerezni. Remélem mind a 18 meg lesz. Mind a kettőnk számára nagyon fontos mérkőzés, ilyenkor a pályán azért a barátság nincs jelen, főleg mostanában, hogy újra védő vagyok, így azért lehet, hogy egymással nem fogunk újra találkozni, és elég sok párharcot fog megvinni a pályán. Sokszor ilyenkor akár a pályán is ez a vitába torkolik, de hát ez hozzátartozik ez a játékhoz, tényleg, mikor ilyen kiélezett harc folyik, ők sajnos ugye a kiesés ellen küzdenek, mi a bajnoki címért, ezáltal elkerülhetetlen tényleg, hogy felfokozottabb a hangulat a pályán, de hát ezzel játszottunk most már annyi meccset, hogy ezzel megbarátkoztunk, tényleg erre a 90 percre vagy 95 percre ezt a barátságot picit elengedjük, de utána is előtte persze ugyanúgy, vagy előtte és utána ugyanúgy folytatódik ezt tovább. Elég sokszor játszottunk már egymás ellen, mindig kemény harcon, nem tiszteljük egymást, de a pályán ugye egy darabig elmegyünk, tehát a lényeg az, hogy mindig összeveszünk mindegyik mérkőzésen, rugdossuk egymást, természetesen a szabályokat betartva, tehát agresszívan, keményen játszunk egymás ellen. Van úgy, hogy utána egy 2-3 óráig nem beszélünk egymással, de utána mindenki elfelejti az adott mérkőzést, lehiggad, aztán utána ugyanúgy folytatódik a barátságunk, mint a mérkőzés előtt.